Dr. Mohácsi László két munkatársával együtt 1968-ban 10 ággyal indította el az urológiai osztályt Nyíregyházán. Évtizedeken át dolgozott és vezette is azt, az urológiai sebészet történelmében megkerülhetetlenné vált a neve. Úttörő műtéti megoldásokkal operált, és bár szakmailag maradandót alkotott, mindig szerény és emberséges maradt munkatársaival és betegeivel egyaránt. Így emlékezett vissza rá dr. Kolozsi Zoltán, nyugalmazott osztályvezető főorvos, aki együtt dolgozott Mohácsi professzorral. Dr. Mohácsi László címzetes egyetemi tanár is volt, valamint a Nyíregyháza város díszpolgára címet is megkapta. Emlékét egy tábla őrzi ezentúl a Józsa András oktató kórház urológiai osztályán. Bizonyos vagyok benne, hogy a 20. század a legnagyobb magyar urológusa volt. Volt 20 év a 20. század második felében, amikor gyakorlatilag minden területen maradandót alkotott, kiemelkedőt alkotott, és a személye megkerülhetetlen bármiféle urológiai visszaemlékezésben, szakmai visszaemlékezésben. Ami a emberi részét illeti, az pedig az egészen kivételes volt. Tehát azt a szeretetet, humánumot, amit az emberek iránt, a munkatársai iránt, azt az atyai megértést, az egészen kiemelkedő. Ilyennel nem találkozik az ember egyel életében, vagy egyel se. Jelenleg 13 urológus dolgozik az osztályon, ahol az elmúlt években komoly eszközbeszerzések és fejlesztések is megvalósultak. Így a magas szakmai színvonal mellett az ország egyik legjobban felszerelt osztályának számít a nyíregyházi. Most a 30 ágyas fekvőbeteg ellátást évente 2000-en veszik igénybe, a szakrendelésen pedig több 10 000 beteget látnak el egy év alatt. A férfiak nagy része szemérmesség vagy információ hiány miatt nem vesz részt az urológiai szűrővizsgálatokon, közölte Adányi József főorvos, pedig a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb daganatos megbetegedése a tüdőrák után. A prosztatarák az egy mai olyan daganat, a modernkornak egy olyan daganat, ami nagyon-nagyon gyakran fordul elő a férfiaknál, egyre gyakrabban sajnos, és hogyha későn kerül felismerésre, akkor ugye nagyon nehéz már kezelni, nagyon nehéz meggyógyítani a betegeket, viszont korai felismerés nagyon fontos ebben a betegségben, és nagyon jól lehet szűrni ezt a betegséget, és nem kell szégyelni eljönni urológushoz és a vizsgálatba beleegyezni, mert bizony, hogyha korán felismerjük a daganatot, akkor nagyon hatékonyan és korszerűen tudjuk a betegeket meggyógyítani. 50 éves kor felett érdemes évente egyszeri alkalommal urológiai szűrésen részt venniük a férfiaknak egészségük érdekében, tette hozzá Adányi József.